Városunknak, az itt élő embereknek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és tovább örökítése a mozgatója a Helyi Értéktár Bizottságnak. Tevékenységük célja emellett a közösségformálás és identitás erősítés, amelynek egyik fóruma volt április 15-én az Értéktárnap, amelyre a kissé zordító ellenére is sok család látogatott el a Nagy Pál István helytörténeti gyűjteménybe. Solt-Vadkert város önkormányzata és a Gyöngyház Kulturális Központ együttműködésében létrejött program keretében a látogatók megismerkedhettek Solt-Vadkert 12 helyi értékével. Április 15-én két új értékkel gazdagodott a Solt-Vadkerti helyi értéktár. A 100 éves Petőfi mozi és Szűcs Farkas László képző és iparművész munkássága is bekerült az értéktárba, emellett megjelent a Solt-Vadkert kincsei című kiadványban is, amelyből mind a 14 helyi érték megismerhető. A megismerhető múlt, a velünk élő természet, az épített környezetünk, a kulturális örökségünk bennünk és velünk élnek tovább.